A Sargentini jelentés sérti Magyarország és a magyar nép becsületét, jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök az Európai Parlament plenáris ülésén kedden Strasbourgban. A magyar jogállamisági helyzetről szóló Sargentini jelentésről szóló vitán a kormányfő kiemelte, azért van jelen, hogy megvédje Magyarországot, mert a magyarok számára a szabadság, a demokrácia, a függetlenség és Európa becsület kérdése. Tudom, hogy önök már kialakították az álláspontjukat, tudom, hogy a jelentést az önök többsége meg fogja szavazni. Azt is tudom, hogy az önök véleményét a hozzászólásom nem fogja megváltoztatni. Mégis eljöttem ide önökhöz, mert önök most nem egy kormányt, hanem egy országot és egy népet fognak elítélni. Azt a Magyarországot fogják elítélni, amely 1000 éve tagja a keresztény európai népek családjának. Azt a Magyarországot, amely munkájával és ha kellett vérével járult hozzá a mi nagyszerű Európánk történelméhez. Visszautasítom, hogy a bevándorlás párti erők fenyegessék, zsarolják, rágalmazzák Magyarországot és a magyar embereket, mondta felszólalásában Orbán Viktor. Vannak és lesznek még viták, mert a magyarok különbözőképpen gondolkodnak az európai kereszténységről, más nézeteket vallanak a migrációról, de a különbség nem adhat okot a megbélyegzése és a kirekesztése, emelte ki Orbán Viktor. A jelentést írók alapvető tényekkel sincsenek tisztában, és megfelelő tényfeltárás nélkül döntenek, mondta Orbán Viktor. Magyarország döntéseit a választók hozzák meg a parlamenti választásokon. Önök nem kevesebbet állítanak, mint hogy a magyar nép nem elég megbízható, hogy megítélje, mi az érdeke. Önök azt hiszik, jobban tudják, mi kell a magyar népnek, mint maguk a magyar emberek. Ezért azt kell mondanom, hogy a jelentés nem adja meg a tiszteletet a magyar embereknek, ez a jelentés kettős mércét alkalmaz, visszaél a hatalommal, hatásköröket lép túl, az elfogadás módja pedig sérti a szerződést. Magyarországot azért akarják elítélni, mert a magyar emberek döntöttek, nem akarnak bevándorló ország lenni, szögezte le Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke hozzátette, akármilyen döntést hoznak, Magyarország nem enged a zsarolásnak, megvédi határait, megállítja az illegális migrációt és védeni fogja jogait.